Ezen a Bitófán néhány évtizeddel ezelőtt még halálbüntetést hajtottak végre, de nem csak ez a kiállítási tárgy, hanem számos egykor használt kényszerítő eszköz is feleleveníti a korábbi korok büntetés végrehajtási formáit. A magyar leleményes nép. A tárlat másik érdekessége ez a polc, ahol a hozzátartozók által beküldött különböző használati tárgyaknak álcázott gyógyszerek és mobilok kaptak helyet. A Közép-Dunántúli börtön parancsnoka szerint a kiállítás célja az, hogy az intézeti feladatokkal a civilek is megismerkedjenek. Bármit is teszünk, akár a fogvatartottak érdekében, a társadalmi reszocializáció érdekében, addig nem érjük el a célunkat, amíg a társadalomban ez nem válik elfogadottá. Az ünnepségen a város polgármestere megköszönte az állomány és a vezetőség munkáját. Cserpalkovics András szerint az intézet dolgozói nagyon nehéz és fontos munkát végeznek. A börtön funkciója, feladata az hozzátartozott egy nagyváros feladatköréhez, úgy természetes volt, hogy egy ilyen annak idején létrejött, és az is természetes, hogy mind a mai napig ez egy talán kevésbé népszerű, de biztos, hogy fontos és nélkülözhetetlen intézmény itt Székesfehérvár belvárosában. A rendezvényen a Belügyminisztérium és a Fejér megyei közgyűlés elismeréseket adott át a börtön egykori és jelenlegi dolgozóinak. A börtön fennállásának 110. évfordulója kapcsán az intézet és a Fehérvár Média Centrum egy játékot hirdetett. A nyertesek szombaton tehetnek látogatást a börtönben, erről híradónk és a Kéklámpások magazin is beszámol majd.